Szép jó estét kívánok mindenkinek, üdvözletem, üdvözletem. Bau means business as usual. It means Bau. Szóval, hello, bello, szervusztok! Ez itt a Távmunka első adása, kedves vendégeimmel, majd természetesen ugye ez lesz a setup, amit így láthattok, majd magam mögé varázsok egy gyönyörű hátteret, csak a kicsit még akadozott pár dolog. Konkrétan a háttérzenémet nem fogom tudni bejátszani, de igyekszem ezt is gyorsan így megjavítani nektek, hogy ne legyen olyan vészes. Igen, ez kicsit volt. Köszönöm szépen közben a támogatást. Hoppá! Peti beindult! Hoppá! Hát az igen. Köszönöm szépen a támogatást, Peti. A 100 csírt, szervusztok. Ahogy mondtam, ez a Távmóka első adása, ugye arról fog szólni a ma Távmóka című műsorom, hogy egy picit próbáljunk kiszakadni a hétköznapokból, illetve aki nem is kiszakad, inkább próbáljuk megbeszélni azokat a dolgokat, amik akár titeket nyomasztanak, hiszen én is emberből vagyok, konkrétan nem mozdultam ki egy ideje, és lassan kezdek begolyózni, és próbálok alternatív dolgokat kitalálni, hogy hogyan tudjuk egymást szórakoztatni. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vagytok. A mai napom elsősorban ugye arról fog szólni, hogy így a Távmunkát bemutassam nektek, hogy hogyan fog működni, igazából beszélgetni fogunk, egy Skype beszélgetést fogtok látni, hogyan éljük meg ugye az otthoni mindennapokat, mi van a munkánkkal jelleggel, hogyan tudunk dolgozni, és ugyanakkor ugyanezt várom tőletek is, hogy elmondjátok, hogy ti hogy érzitek magatokat, mit szeretnétek majd esetleg. Lesz még itt hétfőn iskolaigazgató, lesz nálam idegenvezető, lesz nálam Forma 1-es riporter, akit akár ugye az M4 Sporton is láthatjátok, ők mind nyilatkozni fognak majd nálam ugyanilyen formában, ahogy most Béláik is, megpróbálom őket föl is hívni, illetve becsatlakozni a híváshoz természetesen, hogy ott legyek, hiszen Béla meg Bence barátom már vár engem. Itt is vannak, ha lenémítja a streamet, és nem hallgat vissza engem, kedves Béla barátom. Nem szoktalak hallgatni, nem. És íme, itt láthatjátok Bélát is természetesen. Most már ugye a mai vendégeim az Activity Streamből már jól megismert, kellemes, intelligens férfi ember, Mankó Béla, valamint itt van a másik Jézusom. Helyes képű fiatalember, hogyha megszólal, akkor őt is fogjátok látni. Itt még vagyok, sziasztok! Méghozzá ugye Bence, ez így váltakozó kép lesz, amelyikük beszélni fog, őt fogjátok ugye természetesen látni a jövőben. Hála a jó Istennek ez így megoldható lett. Ugye, ami kérdés, és amit én itt tegnap is meséltem itt, hogy éljük meg a mindennapokat, szerintem így hármunk közül igazából mindannyian azt kell mondanom, hogy a legtöbb időt otthon töltünk mostanában. Itt van Kerék is közben, hello Kerék! Kerék például dolgozik éppen, ő is itt lenne valószínűleg velünk, de éppen a Telekomnak veszi a hívásokat, úgyhogy ne hívjátok a Telekomot, hogy a Keréknek könnyebb dolga legyen. Szóval én elkezdem, és akkor majd ugyanezt várom tőletek is, hogy így mondjátok el, hogy mi a helyzet nálatok, ugye, hogy nálam mi a helyzet jelen pillanatban. Én speciál szombat óta nem mozdultam ki. Nekem elő van írva, hogy nem is mozdulhatok ki Maxboltban, tehát hogy sehova nem is tudok elmenni jelen pillanatban, és én bevallom őszintén, baromira féltem a szülőket, nagyszülőket, mert én eléggé beszari ember vagyok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de igen, Béla meg tud erősíteni. Tehát, hogy én beleőrülök ebbe, hogy nem lehet kimenni. Azért mi itt szerintem mind a hárman olyanok vagyunk, hogy azért szeretünk kimozdulni. Tehát, hogy nem? Tehát, hogy eleget inni. Kimozdulni. Nagyon szeretek a szabadban sétálni. Sétálni. Béla, te például úgy tudom viszont, hogy te nagyjából szintén otthon vagy, tehát, hogy semmi plusz dolgod nincsen, viszont melózni mi is. Hogy éled meg te a mindennapokat? Vagy mit szólsz ez az egész helyzethez, ami most kialakult? Mert azért a mi életünkben nem volt még ilyen. Na hát mindenkinek sziasztok, szép jó estét. Momentán neked elő van írva, hogy maradj otthon, nekem elő van írva, hogy még menjek be. Úgyhogy ez a kettő között a különbség. Ugye az én munkámról érdemes tudni, hogy én a fronton dolgozó kollégáknak vagyok a szakmai
támogatása. A jobb keze, a jobb keze mondjuk. Mankója. A mankója, így is van. Ezt el akartam lőni, és ugye hát ugye ameddig a fronton lévő kollégák kint vannak, addig illik is, meg tényleg egy kis lelki támaszt tudok nekik nyújtani, ezáltal én még kijárok üzletekbe ugye a 3 órás nyitvatartásig. Aztán, ahogy ugye ez a 3 órás nyitvatartás is valószínűleg meg fog szűnni, majd remélhetőleg most már jövő héttel, akkor lesz majd egy kicsit érdekesebb ez az egész helyzet. Ez az egész itthon maradás, hát meglátjuk, hogy én még bőszen dolgozom, ugye ilyen 10-től 3-ig, fél 10-től 3-ig, ugye éppen ahogy esik, úgy puffan, úgyhogy én még erősen tolom kint a szekeret. De ami érdekes, ugye, hogy az üzletek nagy része, mivel hogy plázákban vannak, ilyen most ugye kijárok ugye plázákba, picit úgy szomorú látni azt, hogy ez még ennyire nem ment át az emberek fejében, hogy ez komolyabb dolog annál, mint ahogy ezt némelyik ember gondolja. És vannak még azért, vannak még vásárlók a New Yorkerben, vannak még vásárlók a bármelyik ruházati boltba, a műszaki boltba, úgyhogy számomra ez furcsa, mert én ha tehetném, én már nem mennék ki sehova. Bár zárójelben azért hozzáteszem, hogy egyelőre örülök még, hogy még idézőjelesen tudok menni, mert lehet, hogy megbolondulok majd itthon. Viszont itt az önös érdekeket, az önös érdekeket meg a saját dolgokat ezt háttérbe kell szorítani, és most tényleg a közösségért, meg az emberekért ezt el kell engedni, és otthon kell maradni mindenkinek a segélyén. Mindenki maradjon otthon, aki megteheti. Úgyhogy én jelenleg most így működök. Bence, nálad mi a helyzet? Én pont egy hete kaptam erről infót, igazából egy határozatot, hogy akkor mostantól nem mehetek ki a munkahelyre. És ugye én egy foci csapatnál dolgozom, tehát ott nem edzőként, hanem irodában. És teljesen beszüntették az edzéseket, meccseket, mindent. Úgyhogy így a munkámnak a nagyjából 90%-át azt nem tudom elvégezni. Ami maradt, azt itthonról igyekszem megcsinálni. Hát időnként azért ki kell menni persze vásárolni. De egyébként én azt látom, hogy sokkal kevesebb ember van az utcákon. Viszont akik az utcákon vannak, az kétféle. Az egyik, akit egyáltalán nem érdekli, hogy mi a helyzet, a másik meg, aki retteg, hogy úristen, a közelében ne menjen bárki. Úgyhogy így elég érdekes dolgokat lehet látni. Én attól vagyok ki, gyerekek, amitől köszönöm közben a hangjelzést, azt intéztem, hogy én magamra vettem magam, csak ugye, mint tudjátok, ordítani szoktam játék közben, és azt hittem, hogy ez még látszik, és nekem ez a bajom, gyerekek, amikor én megnyitom az Instagramomat, azért tudjátok, hogy nagyjából mobillal születtem a kezembe, tehát szerintem én úgy jöttem ki az anyaméből. Amikor megnyitom, akkor lazán teszik fel az emberek azokat a képeket, hogy hashtag tavasz, hashtag de jó együtt, és hashtag minden. Én ettől nagyon ki vagyok. Tehát, hogy én azt nem értem az emberekben, hogy van egy ilyen helyzetünk, ami, valljuk meg, nem éltünk mi még át. És nagyjából tényleg olyan, mintha egy háborúban lennénk, és otthon kell maradnunk. És ennek ellenére nem értem, hogy miért posztolnak az emberek. Miért lehet érdeke valakinek az, hogy kimenjen ilyenkor az utcára, amikor köztudottan megtehetik ezt. Nem tudom, hogy nektek például van-e ilyen ismerősötök? Vagy Béla, a Bence, ti mit észleltek? Mondjam. Mondjad, Béla. Jó, hát figyelj, ugye kimondtad egyébként a kulcsmondatot, hogy nem értünk még át ilyet, ezáltal picit talán nehéz, ami egyébként nagyon nehéz lesz, és szerintem már most nehéz, ugye levetkőzni a napi rutinokat, a napi szokásokat, a megszokott dolgokat. És ugye valakinek az életében az Insta story meg ezek a dolgok, ezek napi rutinok. És ezeket lesz nehéz elengedni. Egyébként tegnap én is tettem ki Insta story-t. De jó, mondjuk nem. Jó, nem, de, nem, de nem, milyen Insta story-t tettél ki? Tehát annyit tettél ki, hogy viszel haza egy
Mit tettél ki? Tehát viszel haza egy bogzsákot. Bogzsákot. Egy bogzsákot. Hogy igen. Otthon tudjál edzeni. Tehát, hogy azért igen, ez... igen. Jó, hát jó sikerült képet, ezt gondoltam, megosztom, hogy meg egyébként talán ösztökélve arra is, hogy mindenki gondolkozzon hosszú távon, és gondolkozzon abban, hogy egy olyan időszak fog jönni, amikor ezeket a dolgokat otthon kell megoldani. Én most egy másfél-két hónapja elkezdtem elég rendszeresen edzeni, kaja, meg tényleg napi szinten ott voltam. Hát és, nem érkezik a Meki hozzád, mint ahogy hozzám általában most. Nem tudom, mire igen. gondolok. Nem tudom, mire gondolok. Itt a Meki is kólát szűrcsölget. És igazából ugye itt pont most azt kell megszakítani, amit egyébként nem is egy egyszerű dolog, ugye beleépíteni a napi rutinodba, ugye az edzést meg a normális táplálkozást. Ugye ezt most az elmúlt egy hónapban meg tudtam oldani, és most jött egy ilyen dolog, egy csettintésre, és most ez egészre át kell állni majd. Át kell állni egyébként egy tök más működésben, agyban. És ez, mondom, biztos, hogy benne ez lesz a legnehezebb, és ezt csak úgy tudod, hogyha ezeket valahogy hazaviszed. És én most ezt az edzés részét, ezt így is haza tudom vinni, azáltal, hogy ugye vettem egy bogzsákot, ugye én régebben azért bunyózgattam, meg ugye van itthon ez a kettlebellem, én azzal azért elég sokat edzettem régen is, és én ezeket a dolgokat, ezeket itthon meg fogom tudni csinálni. Ugye itt az lesz majd a kulcsa az egésznek, hogy ezt be tudom építeni úgy a napi rutinba, hogy itthon ülök a seggemen, és egyébként nem megyek sehova. Hát igen. Úgyhogy ezáltal ez egy picit egyébként nehéz. Bence, nem tudom, hogy te mennyire vagy ilyen. Te nem vagy ilyen közösségi portál böngészgető, nem? Én nem, én az Instagramról nem is tudok nyilatkozni, mert ugye nekem nincs is. Hát nem is vagy ember, hát nem vagy Instagramon, nem vagy ember, tudom. Igen. Amit ehhez hozzá tudok tenni, hogy miért posztolgatnak ilyeneket, hát az valószínűleg ilyen feltűnési mánia, hogy lássák az emberek, hogy én csak azért is ezt csinálom, és nem hallgatok másokra. És hogy minél több reakciót kiváltson az emberekből, mert ugye manapság az nagyon fontos, hogy tök mindegy, hogy milyen vélemény, pozitív vagy negatív, de hogy legyen valakiről vélemény, mert akkor kap figyelmet. Hát igen, mindig csak a vélemény, csak arról szól, hogy minél több lájkot kapjál, vagy én már nem is tudom. Nekem, amit közben így, hogy a csetet böngészgettem, Piangó mondta, hogy én még sulizok az első étvolt távoktatásban, szinte az egész hetet a három fal között töltöttem. Egyszer hattam el a házat, és azt látom, hogy csomó idős ember kint flangál, az utcán teljesen leszarják. Én meg itthon szenvedek, mert délelőtt, a suli délutánra pedig már annyira elnyom az egész, hogy semmi kedvem. Azért maradunk otthon, hogy ők kint legyenek. Nem tudom, hogy láttátok-e amúgy azt a videót, ami a BKV oldalán fent volt, nem is a BKV oldalán, hogy a 106-os buszra felszáll egy idős ember, nem is idős annyira, szerintem ilyen szüleink korú, tehát ilyen 40-50-es. És oda megy az első ajtóhoz, és csak annyit mond, hogy hát nyissa már ki az ajtót. Erre a sofőr csaj annyit mond neki, de hát nem lehet ide jönni, menjen hátra. Igen. És nem is tudom, szerintem megpróbálom megkeresni nektek ezt a videót, nem is tudom, hogy megvan-e. De biztos fönt van YouTube-on. Hát én azon fölháborodtam, gyerekek. Tehát miért kell, miért nem tudjuk ezeket a szabályokat betartani? Én azt nem értem az emberekben, hogy miért nem képesek ebben a helyzetben azt megérteni, hogy igenis vannak olyan szabályok, amiket meg kell tenni. Most az olaszok feltettek egy olyan videót például, hogy mi van náluk a kórházban. A Sky News tette föl. De én ezeket bevágom nektek mindjárt, hogy lássátok amúgy ti is pontosan, hogy mi volt. De például nem tudom, Béla, te láttad azt a videót, vagy mit szólsz ez a BKV-s dologhoz? Te kocsival jársz nagyjából, nem? Kevesebb kocsi van amúgy? Most már kocsival járok, igen, azért az életem nagy részét a tömegközlekedés azért áthatotta. Ilyenkor azért nem bánom, hogy nem voltam azon a buszon. Tegyük hozzá, zárójelbe. Mit? Ott nem reagáltak semmit az emberek, várjál. Igen, ez egyébként egy nagyon nehéz téma, meg egy nagyon, hogy fogalmazzam, nagyon pengejelen táncoló sztori. Nem, oda kéne szólni, legalább azt, hogy nyugi, fejezd be, ne harcoskodj, valahogy nem szabad így magára hagyni egy olyan
olyan buszsofőrt, aki egyébként nap mint nap ki van téve egy ilyen sztorinak. Nem szabad ezt így szó nélkül hagyni szerintem, de azt is megértem egyébként, hogy egy ilyen vehemens utashoz nem feltétlenül akarsz oda szólni, oda menni, mert ugye azért maradjunk annyiban, hogy a jelenlegi törvények nem feltétlenül támogatják az önbíráskodást. Miért szépen fogalmaztad meg, hogy leütötted volna a fejét annak a hülye gyereknek? Nem. Hála Istennek azért a testi kontaktus az annyira nem kell nagy részt. Mindegy, nem is ez a lényeg. Ugye az volt a kérdés, hogy ugye most én kocsival járok. Ugye én Becsésre lakom, és azért Becséstől most a mostani üzletekhez, hogy kiussak, azért a nulláson kell menni. Ugye most pont a nullás nem egy mérvadó sztori ebből a szempontból, mert hogy azért a nulláson nagyon sok a kamion, ugye most a kamionok ugye az áruszállítás miatt azért nélkülözhetetlenek, meg ugye nagyon sok az olyan autó is, ami hosszú távon megy, úgyhogy most én például a városban nem járok most kocsival, nem tudom, hogy a városban mi van, hogy van. Azért azt látom, hogy reggel kisebb a forgalom, mint eddig, de még mindig azt mondom, hogy nagyobb, mint ami elvárható lenne egy ilyen szituban. Tehát még mindig azt mondod, hogy sokan vannak fönt az utakon? Igen, én azt mondom, hogy most kéne egy olyan képet lássak, amit remélhetőleg azért a közeljövőben fogok látni, mert meg lesznek azok az intézkedések, hogy igenis, hogy üresek a pályák, mondom, amennyire egyébként engedi a kamionok, meg ezek az áruszállítási dolgok, a logisztika, az ne álljon meg, mert ugye az szükséges lesz, de a hétvégi kocsikázók, a shoppingolósok, az ilyen fajta dolgokat, ezeket már el kéne engedni, és otthon kéne maradni, és én ezt szeretném látni majd most már a közeljövőben, hogy ezek a for, ez a fajta forgalom, ez megszűnik, és lelassul egy picit. Bence, én így gondolom. Te ki sem mozdultál, mi? Otthonról. Tehát így a forgalom? Az nem, nem lehet. De azért egy ilyen 2-3 naponta ki kell mennem vásárolni, meg ilyen ide-oda. Én azt vettem észre, hogy a tömegközlekedési eszközökön kevesebben vannak, de az utakon ugyanannyira. Én itt az Üdvei út mellett lakom, és itt ugyanúgy egész nap, amikor csak arra jártam, akár délelőtt, akár délután, végig tele volt az út autókkal. Egyébként ma pont jártam az Üllőjén, igen. Igen. Így az útról jut eszembe, meg most egyetlen egy videót találtam meg, bevallom őszintén. Egy picit sokkoló lesz egyetlen egy dolog, ami engem kiakasztott. Ugye nem tudom, hogy mennyire, szerintem ti azért nagyjából tudjátok, hogy Észak-Olaszország egészségügyileg az egyik legjobb, szerintem a világon. Volt egy kutatás, amit én most itt több oldalra tudok hivatkozni, de nem szeretnék oldalakat mondani direkt, hanem azt akarom nektek megmutatni, hogy milyen helyzet van jelen pillanatban Olaszországban, abban a körzetben, ahol jelen pillanatban a legjobb a világon az egészségügy. Én ezt megpróbálom talán így áthúzni, akkor talán látjátok, addig Bélát nem fogjátok látni, szerintem. Ez egy elég erős videó, és nem tudom, mennyire fog látszódni, hogy jelen pillanatban, hogyha nem figyelünk oda, akkor mi fog történni. Tehát itt, amit láttok, ez egy mai videó, a Sky News stábja meghívást kapott az egyik kórházba, hogy mi zajlik ott jelen pillanatban. Ahogy mondtam, a legjobb körzetről beszélünk a világon, ahol az egészségügy magasan jobb. Most gondoljatok bele, hogy egy magyar videót én nem látnék, tehát egy magyar kórház nem néz ki így, eleve. Közben... Hát, nincs ennyi orvos. Hát nincs ennyi orvos. Eleve tele vagyunk idősekkel, főleg a Magyarországon sokkal több idős van, és egyáltalán nem figyelnek arra, hogy itt mi történhet. És csak így beletekerek a videóban, nem akarom végig mutatni. De nem tudom, látjátok-e, hogy mennyien vannak, hogy dolgoznak az orvosok, full beöltözve, minden szempontból. És az a baj, hogy azok az emberek, akik most itt sétálnak, ugye jelenleg 80-valahány fertőzött, 85 talán a fertőzöttek szám Magyarországon.
A hivatalos. A hivatalos, igen. Tehát a hivatalos, akikről tudunk jelen pillanatban. Na most, az egyik barátom Facebookon, nem akarom a nevét mutatni, föltette a videót, hogy hogy néz ki az, hogyha mondjuk kettő ember marad otthon, és hogy néz ki az, hogyha több ember marad otthon. Nem tudom, amúgy ebből a videóból, hogyha leszűrítek azt, hogy jelen pillanatban, tehát gondoljatok bele, hogyha ilyen terhelést kapna, tehát ilyen exponenciálisan nőne nálunk a fertőzöttek száma, az egészségügyünk teljesen összeomlana. Tehát olyan szinten, hogy full. Megtaláltam közben ezt, az a címe nagybetűvel, maradj otthon a ibe. Tehát ilyen nagyon szépen fogalmazza meg, és ezt picsába? Próbálom. Egy csúnyább szót majdnem használ, egy csúnyább szót, a G-vel kezdődőt használja. A szaporodásra próbál utalni. És gyerekek, maradj otthon az ombóba. Ezt akarom, így van, ezt akarom megmutatni, szándékosan ne látszódjon, hogy kinél mutatom meg, de úgy is fog. Látszik, de az a közététel. Na figyeljetek! Tehát, hogy jelen pillanatban, ugye, ha így nő a görbénk, tehát ilyen fölfele nézve, mindenféle elővigyázatosság nélkül elindulunk. Elindul ez a videó reményeim szerint. Ott van, ugye a narancssárgák, azok a betegek száma, az egészségesek, pedig ugye ezek az ilyen kékek, a felgyógyultak meg a lilák. Na most, ez jelen helyzetben, hogyha Magyarországon mindenki úgy gondolja, hogy nem megy haza, hanem, vagy nem marad otthon, hanem így megyünk tovább, akkor ez fog történni. Pillanatok alatt, hogy látjátok ezt a görbét fölül, igen, sajnos a Facebook hangot nem fogom tudni kikapcsolni nektek, elnézést, de igyekszem majd ezt leimítani. Na, nézzétek meg, egy ideig karantén kritikus helyeken. Tehát ha megnézitek, a karantén bent van, majd ugyan elkezdik kiengedni a karantént, mennyi idő alatt, milyen görbében szaporodik ez meg. Ez még azt mondom, hogy még talán Magyarországon is fenntartható lenne, de ez is azt kell mondanom, hogy egy picit már rosszabb lenne. Tehát, hogy ezért mondja mindenki, hogy maradjunk otthon. De most nézzétek, nem tudom, látjátok-e a videót valamennyire. Skacok, hogy milyen. És íme, hogyha a háromnegyede marad otthon az embereknek, akkor konkrétan, igen, elég népszerű vagyok a Facebookon. Ez ja, nem, majd... mi csak bírunk. Igen, köszönöm szépen. Ha megnézitek itt a csoportokat nézve, ez a legjobb, amikor ugye otthon marad a háromnegyede az embereknek, akkor mennyire gyorsan terjed el. Ugye még látjátok, nem tudom, az a barna görbe, az ugye egyre kisebb. Hogyha az emberek 7-8-ada otthon marad, akkor mi történik? Milyen lassan terjed? Ugye azért azt remélem tisztában vagytok vele, hogy itt nem az a baj, hogy ez a betegség annyira, hogy mondjam, most próbálom szépen kifejezni, nem a legsúlyosabb betegségeket okozza ez. Ez azokra veszélyes, akiknek van alapbetegsége. Tehát, hogy ezzel azért... Egyébként az immunrendszere. Így van. Tehát, hogyha megnézitek, ez a videó lényege, hogy maradj otthon. Összesen 7-8-ad, 16 ember betegedett meg ebből. Megpróbálom gyorsan bezárni, így, köszi. Tehát, hogy igen, itt van Béla. Hogy én azt nem értem, hogy tényleg nem tudom, hogy van-e itt olyan valaki, aki most mondjuk elment kirándulni itt, akár a cseten, vagy akár közületek. Hogy gondolkodott-e abban, hogy most mit tudom, én bemegyek a városba, és akkor elmegyek kocsmázni a haverokkal háromig. Mert mi szerintem így nem gondolkodtunk ilyenben, nem? Hát, én nem vagyok egy kirándulós típus, úgyhogy nekem eszembe se jutott. Igen. Nekem amúgy ez a karantén amúgy se átülem távol, mert nagyjából december közepe óta szinte folyamatosan itthon vagyok. Jó, de antiszociális vagy. Igen, meg vagyok egy ember. Én így teljesen jól el vagyok. Sőt, még az külön tetszik, hogy az utcán nem jönnek közelembe senki. Azért, ha megnézitek, Bence és Béla között azért van egy gyönyörű ellentét. Tehát Bence szerintem az antiszoc, a Béla meg pont az ellenkezője. Egy introvertált és egy extrovertált emberről beszélhetünk akár ugye személyetekben, hogy ilyen szép szavakat használjak. Te gyönyörű volt, és neked ezt, hogy okos vagy.
Hát rosszul viszi, rosszul viszi. Közben azért a chatből ragadtam ki dolgokat, így hogy jöttek. Ugye főleg ez, hogy ugye az iskolák is be vannak zárva, azért Magyarországon 1.300.000 diák van, akik ugye idősebb korúak, tehát az idősebb korúakra úgy értem, hogy nem alsó tagozatosok, elsőtől negyedikig. Ugye ők azok, akik már nagyjából szerintem meg tudnak birkózni azzal, hogy most hogy zajlik ez a távoktatás. Ugye hétfőn ez lesz a témánk, hogy hogy zajlik ugye ez a távoktatás, egy iskolaigazgató lesz amúgy a vendégem. Az jó. Igen, igen. Hát Béla ismeri, az ő igazgatója is volt természetesen, tehát szerintem stílusbeli probléma nem lesz. Viszont Piangónak az a bejegyzés, hogy a román határon vagyok, jelenleg az autópályán 20-30 km-es kamionsorban kifelé az országban, nem tudom, meddig éri még meg ez az áruszállítás dolog. Én például nem tudom, hogy mi van ezen az áruszállítás dologban. Ugye volt egy videó, amit szerintem bevágtak nagyon sokan, hogy ugye egy rendőr mondta, hogy hát ha azt mondod, hogy nem Olaszországba jöttél, akkor mehetsz tovább. Csak a házi karantént, azt próbáld meg, vagy ne mondd, különben házi karanténba kell tegyünk téged. Megvan ez a videó nektek? Megvan. Na. Igen, ehhez annyit fűznék hozzá, hogy én ismerek párat, akik így a szállítmányozással foglalkoznak. Na. És hát sokan csinálják azt, hogy nem egyenesen ahhoz a határátkelőhöz mennek, ahol egyébként át kéne menniük, hanem egy másikhoz, és akkor olyan, mintha nem is az érintett területekről jöttek volna, és simán átmehetnek. De ez, én ezt nem értem amúgy, hogy ezt miért nem tartjuk be. Miért nem fontos az, akár mondjuk egy rendőrnek, hogy ezt megtegye? Jó, mindegy, ez most egy olyan téma, ami kicsit erős is lehetne, meg sok is tud lenni, de én pont azt akarom mondani, hogy nem kéne azt, hogy ezeket... Tehát jobb lenne, hogyha ezeket úgy tartatnák be, hogy tényleg hiteles legyen. Mert elmegyünk mondjuk egy sajtótájékoztatóra, és teljesen hiteltelenné válnak azok az emberek, akitől a legfontosabb információkat várjuk, nem? Ezek miért? Csak ne húzzátok rá az egészet egy esetre, az mondjuk elég fontos. Egyértelmű. Szerintem. Egyértelmű. A másik meg pont ezek a dolgok, ami még egyébként meg is nehezíti ezt az egészet. Ugye pont ez a nyitott információ áradat, amit ugye a Facebook, meg ez a rengeteg sok hírportál, meg kamu hírportál megnehezít, mert pánikot kelt. Ugye vannak azok a fajták, akik most ugye a jelenlegi kormányra próbálnak ugye mindent rázúdítani, most nem politizálás, meg nem semmilyen hasonló. Most jelenleg szerintem nem ez a legfontosabb. Ugye ez alapesetben kelt már egy pánik hangulatot. Ugye vannak azok az oldalak, amik ugye nyomják ezeket a kamuhíreket, az megint csak pánik hangulat. Illetve ugye ezek a kiragadott egy-egy esetek. Szar, mert megtörtént. Nem tudjuk egyébként ott is, hogy mi volt a háttérsztori, mi volt az, ami miatt ezt mondhatta a rendőr. Nem tudom. Megtörtént, tovább kell menni. Nem minden rendőr De gondolj így bele. Viselkedik. Nem minden rendőr így lép föl. Nem szabad mindent ráhúzni erre az egy esetre. Egyértelmű, csak abba gondolj bele, hogy azok az emberek, akik nem ilyen, nem úgy nyúlnak az internethez, ahogy te, tehát hogy olyan helyeken böngészgetnek, hanem megkapnak Facebookon egy ilyet üzenetbe egy másik ismerősüktől. Akkor ők milyen hozzászólást fognak majd akár tenni egy hivatalos tájékoztatásnál, vagy hogy fogják megítélni azt a helyzetet, hogy az az ember azt mondja neki, hogy hát a rendőrök elvégzik a munkájukat, és akkor ne menjetek utcára, hanem maradjatok otthon. Most szerinted ez az ember hitelt fog adni annak? Vagy szerintetek? Hát most az, hogy aki egy ilyen videóból szűri le a rendőröknek a munkáját, maradjunk annyiba, hogy ne ezt a levegőt szívja. És szépen fogalmaztam. Az igen. Az gyönyörű. Az igen. Igen, igen. Új, figyelj, én egyszer-egyszer így bele-bele nézegetek egy-egy kommentbe, egy poszt alatt, hát síró görcs kerülget néha, és nem a jó értelemben. Az a fő probléma, hogy tényleg az agymosottak világát. Én egyébként, nem mondom, frankót, hogyha ez rajtam múlna, én lelődném a Facebookot is. Így van. Mondom, most? A Facebookot úgy, ahogy van, mondanám, hogy jó, vágás,
Nem kell Facebook. Mi Nem, most nem jelen kell. helyzetben azt mondod, hogy mondjunk le a Facebookról, arról, ami az emberek nagy részének szórakozása, most jelen pillanatban. Sokkal többen Várjál, mert használják. szórakozás. Hát persze, Oké, hát szórakozás. valaki azt Valaki a fi... nézegeti. Igen, de az a baj, hogy valaki a Facebookról próbál hiteles információkat összeszedni bármikor. Nem csak a jelenlegi helyzetben, hanem tényleg bármilyen helyzet van. A Facebookon található bármilyen infóból próbál meg hiteles visszacsatolást kapni, ami egyébként szerintem nem normális. Most jelenleg a Facebook most azt generálja, hogy ugye te látsz egy ismerősödnek egy posztját, hogy hashtag tavasz van, hashtag tök király, hashtag itt vagyok, hát várjál, ez a hülye, ez kimegy, ez hashtag, hát akkor én miért nem mehetnék ki? És ez generálja egyébként, hogy az egyik hülye megcsinálja, akkor megcsinálja a másik 6 hülye is. Mert szerinted, ha nem lenne Facebook, tehát le lenne lőve, akkor nem menne ki utcára ez az ember? Ja nem, ha persze, természetesen, hogyha nem lenne Facebook, akkor kitörne a harmadik világháború. Mert ahhoz a koronavírus kevés, ahhoz izé kell, ahhoz le kell lőni a Facebookot, hogy nagyobb probléma legyen. Mert hidd el, hogy hamarabb menne híre, meg sokkal komolyabban venné bárki, hogyha lelőnénk a Facebookot, mint a jelenlegi helyzet. Igen. Mert ha elveszük tőlük a Facebookot, elveszük tőlük ezt a napi rutint, ezt a mindennapos állandó dolgot. És ugye pont ami kellene ehhez a helyzetnek a kezeléséhez, pont az, hogy ezeket a napi rutinokat, ezeket egy kicsit átformáljuk úgy, hogy közben élhető legyen az, hogy tényleg otthon kell maradni. Igen, én Béla gondolatát még annyival tovább vinném, hogy ugye ebben az univerzumban, vagy amiben élünk, egy dolog van, ami gyorsabb a fénynél, az az emberi hülyeség. Így. És a Facebook, meg a tévé, meg ezek, ennek tökéletes táptalaja. Tehát én ezt még úgy radikálisabban is csinálnám, hogy például, amit te, már bocsánat, most, de te is az előbb csináltál, hogy ezt a videót megmutattad, hogy máshol aha, mi van, ez is a pánikkeltést fokozza, és én ezeket teljesen betiltanám, ezeket a külföldi híreket is, hogy szarjuk le, hogy mi van külföldön, hogy mi van Olaszországban. Az a lényeg, hogy itt mi van. Várjál, várjál, azért Olaszországban... Ne, azt nem gondolnám, hogy ezt el kell engedni. Nem. Hiteles információk alapján, hiteles forrásból kell ezeket átvenni. Mert most, ugye itt a szeretem, a tehet, mit? Igen. Mindegy, írta itt az egyik kolléga, hogy ugye vegyünk vissza a fake newsokból. Ugye pont, amit mondtam, hogy ezek a kamu hírek, Jézusom. Ezek a fő problémák, mert ugye ezek butítják el az embert, meg ezek vesznek el a dolgokat. Nem azzal van a gond, hogy mi van külföldön, mert egyébként tök fontos az, hogy máshol ezt hogy kezelik, és akkor abból lehet tanulni, pozitív vagy negatív módon kezelik ezt, akkor azt abból mi tudunk építkezni, hogy figyelj, akkor azt ők rosszul csináltak, akkor mi ezt csináljuk máshogy. De az, hogy mondjuk, sőt, mondok jobbat, ugye az, hogy például Olaszországban hogy kezelik a házi karantént. Ugye van egy csomó videó fönn, ez például egyébként szerintem tök jó, hogy ők otthon vannak. Ők, nekik meg lehet mondani, hogy otthon legyetek, jó, mondjuk azért mondjuk maradjunk annyiban, hogy rájuk borult a szar, de hogy ők ugye most otthon vannak. Mit csinálnak? Kiállnak az erkére, és énekelnek, és zenélnek. És szerintem ez marha jó. De hát, most én tegnap láttam pont este, például a Havanna lakó telepen, nem néztem meg a videót, csak láttam a kiírást, hogy például az van, hogy azt hiszem 20-30-kor vagy 18-30-kor, lényegtelen az időpont, kiállnak az erkére és megtapsolják ugye azt a mentősöket, rendőröket, ugye a közszolgálat is igen, dolgozókat. Igen, 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 igen. Ez is egy tök jó és követendő példa. Ha lehetne, én most kimennék itt az utcára, ugye itt a kis vecsési kis utcámon, és azt mondanám, hogy mit tudom én, 20 óra, akkor álljunk ki, tapsoljuk meg, kicsit egyébként erősödik a környezők közötti kapcsolat az emberek között. Egyébként nem is rossz, mert nem úgy nézünk a szomszédra, hogy dögöljé meg, hanem hogy egyébként szavaz, tartsunk össze ilyen szarhelyzetben is. Az ilyen jellegű hírek, posztok egyébként tök pozitívan is hatnak az emberre. De az, amikor most egyébként ez a buszos videó is, meg ezek a fajta videók is egyébként meg megint azt generálják, hogy na a hülye csög, na a bunkó, az életképtelen, és megy a hergelés. És egyébként én ezt ugye most így, hogy ugye kint vagyunk még a fronton, egyébként érezhető,
a hergerés része, mert azért amikor ott vagy, és ugye van egy ilyen helyzet, amikor már azért tényleg jobb lenne otthon maradni, és te neked, próbálom úgy fogalmazni, hogy megmaradjon a munkám még holnap. Szépen mondod. Amikor még be kell járnod dolgozni, de már szíved szerint nem járnél be dolgozni, és azt látod egyébként a másik madáron, hogy ő meg bejön öngondolatból shoppingolni a tök mindegy hova, akkor az így elgondolkozó, hogy akkor ott valami gond van a fejben. És ugye az ilyen videók, ezek a gerjesztő, hangulatromboló videók, ugye ezt erősítik benned is, hogy előző este megnézel egy ilyet, utána másnap bemész dolgozni, és te azt mondod, hogy rohadjon meg az is, hogy minek van itt. És egyébként igen, amúgy rohadjon meg, miért van itt. Mondjuk nem tudhatod azt, hogy mi a háttérsztori, zárója bezárva, hogy miért van ott, lehet, hogy valami tényleg nagyon fontos dolog, de nem gondolnám, hogy egyébként minden 30. ember, aki bemegy a plázába, fontos dolgokat intéz egy plázában. Mindegy. Úgy vagyok fel, hogy ami nagyon fontos, és ami ebben a helyzetben egyébként tényleg kell, hogy a hiteles forrásokból való informálódás szerintem. De ez nem ment ezelőtt se, és valószínűleg tartom, hogy nem fog menni ezután se, de na, Facebookot akkor lehet használni egyébként tök jó dolgokra. Egyértelmű. Ez nem az a jó dolog, szerintem. Igen, mert teljesen igazad van, csak az a baj, hogy ezeknek a pozitív videóknak, meg információknak az aránya az kb. 10%. És a többi az meg a hergelés, ahogy mondtad, a problémakeltés, meg a pánikkeltés. Amúgy én a videómmal most nem hergelni akartam. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy Olaszországban 2 hete 83 darab fertőzött volt. Tehát ugyanennyi, mint nálunk. Most mindenki azt mondja, hogy jelen pillanatban ez egy pánikkeltés. Nekem a kedvenc videóm most, tudom, hogy én így videókat hozok, de az, amit Angela Merkel mondta? Talán tegnap lesz. Neki volt most valami nagy. Szerintem én azt kell mondanom, hogy az egy történelmi beszéd lesz, amit ő ott mondott. Nagyjából egy 10 perc szerintem, vagy 11 perc, ahol kifejezi mind a köszönetét azoknak az embereknek, nem csak az egészségügyi dolgozóknak, hanem pont az áruházakban lévő dolgozóknak, akik ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy érintkeznek emberekkel, sőt szerintem veszélyesebbek is, veszélyesebb helyzetben is vannak, mert még több ember megy főleg most így vásárolni, akár az agresszíva verzsős, én csak 5-öt vehetek ebből, hát én 10-et viszek, mert én ki vagyok, hát én elvihetek 10-et, hát nem érdekel, hogy semmi vészhelyzet van, mert vannak ilyen makacs emberek amúgy, akik oda mennek a pénztárhoz, és egyből azt mondják, hogy 10-et kérnek mindenbe. Ezt onnan tudom, hogy nekem anyukám még kijár amúgy dolgozni. Ő dekoratőr egy tök mindegy melyik, egy magyar üzletláncba, és annyi a lényege, hogy ő neki most nagyjából annyira nagyon a dekorációval szerintem nem kell foglalkozni jelen helyzetben, hogy néz ki az áruház külseje, vagy éppen milyen akciós termékek vannak, hiszen a sportszeret akcióját senki nem fogja most megnézni, de attól függetlenül őtőle elvárják például, hogy bemenjen, vagy tehát, hogy elvárják, hogy ott legyen, elvárják, hogy mindig, és emiatt rohadt feszült vagyok, hogy csomó ilyen ember van, nem csak anyukám, hanem rengeteg olyan ember van, akinek simán meg lehetne oldani a távmunkát, és ezért be kell járnia, amúgy. Summa summarum, mert nagyon elkalandoztam, tudom. Engem egyetlen egy dolog, igen, ahogy szoktam. Egyetlen egy dolog. Én nem pánikot akarok kelteni, meg nem félelmet. Én szeretek reálisan nézni dolgokat. Jelen véleményem szerint, ez az én saját véleményem, nem vagyok én nagy statisztikus. Félni félek. De én úgy gondolom, hogy egy másfél-két hét múlva itt nagyon rossz helyzetbe fogunk lenni, és én attól félek, hogy ne ez a pánik uralkodjon el, mert bármelyik celeb tehet fel ilyen pozitív videót, amiről beszéltek, hogy kevés van. De nem a pozitív videók fogják megoldani azt a helyzetet, ami az egészségügyben lesz, hogyha itt nagyobb probléma lesz, és nem tartjuk be a dolgokat, szerintem. De cáfoljatok meg, hogy nem így van. Az biztos, viszont a pánikkeltéssel meg az a helyzet, hogy tegnap voltam vásárolni, és beszélgettem a pénztárossal, 3 mondatot, és minden reggel érkezik szállítmány,
Én dél körül voltam, és szinte teljesen üres volt az egész üzlet. És ő mondta, hogy reggel egy nem tudom hány, 2 órán keresztül tolonganak az emberek, rugdossák egymást a WC papírért, és ezért nem jó ez a A pánikkeltés. WC papírért beszélek. Nem lehet kimosni a Érted? seggét? Már bocsánat a Nem, kifejezésre. nem, nem, nem. Figyelj, a liszt, ahol bement, az ki is jön. Jó. A liszt, élesztő, cukor, ahol bemegy, ez valahol ki jön. Arra kell a papír. Igen. Jó, oké, értem, De értem. most ugye ez a pánikkeltés, ez ezért nem jó, mert tehát így meg akkor az üzletben vannak összezárva az emberek, és ott ugyanúgy terjedhet bármi, ahogyha utána meg hazamegy, és egész nap otthon van. Most a vírusról meg egy dolgot kell tudni, hogy az terjed. Tehát olyan nincs, hogy valaki... Van egy ilyen szar tulajdonsága, ilyen? Igen, tehát azt nem lehet sehogy se kivédeni. Ha az utadba kerül, elkapod és kész. Most itt ennek az egész karanténos dolognak az lenne a lényege, hogy ez lassabban történjen, ne az, hogy, mint amit te is mondtál, most, hogy jövő hétre mondjuk 600-an lesznek itt a Így van. mostani 85-ből. Igen. Mert ugye arra, hogyha az olasz egészségügy sincs felkészülve, akkor a miénkről ne is beszéljünk. Tehát itt ennek az lenne a lényege, hogy lelassítsuk. Csak az a baj ugye, hogy a sok pontagyú ember, ha megnézi ezeket a videókat, hogy milyen pánik van külföldön, meg hogy föl kell vásárolni mindent, akkor ezzel pont azt érik el, mert ugye nem gondolkoznak, és elmennek bevásárolni, mert rettegnek, hogy holnap már nem lesz liszt a polcon, meg WC papír. És ezzel pont az ellenkezőjét érjük el, mint ami a lényege lenne. Tehát a legtöbb ember az azért megy ki vásárolni, minden nap felvásárolja az egész üzletláncot, mert mi van, hogyha 2 nap múlva már nem mehet ki. De pont ezzel gyorsítja a folyamatot. Ez azért hülyeség, mert egyébként, hogyha itt lesz egy, valószínűleg tartom, meg hiszem így is van, hogy ha lesz egy karantén, attól függetlenül egyébként vásárolni kimehetsz. Hát persze, biztos. És pont ezért nem értem, hogy miért csinálják azt az emberek, de haragudj, ne haragudj, Bence, Béla, majd a kamerádat csinálj valamit, mert befagytál egy állapotban. Most jó leszel. Most jó leszel. Na, most jó? Igen, igen, tökéletes. Most már látszik a karate mozdulat. Figyeljetek, én azt mondom, hogy tegyük egy picit ezt talomba, ezt a témát. És én inkább azt mondom, hogy hát itthon maradunk, azért mégiscsak ennek nézhetjük a jó oldalát is. Én speciál pont arra akartam rátenni, hogy hogyan foglaljuk el magunkat. Tehát, hogy Béla, volt egy nagyon-nagyon jó kép, pont itt emlegetted az Instára, hogy valamit hazahoztál, ugye, mint tudjuk, ugye ez egy bogzsák volt. Ez egy új dolog, vagy például te ezzel próbálsz így kikapcsolni pluszban, vagy edzeni? Vagy például te hogy oldod meg ezt, hogy ne őrülj bele abba, hogy otthon kell lenned? Jó, na, ugye, hogyha eljön ez a pont, amikor ki lesz mondva az, hogy neki maradjon otthon a kis seggén, ugye én azt tartom szem előtt, meg annak is vagyok a híve, hogy amit egyébként ma már többször is mondtam, ugye ezek a berögződések, meg ezek a rutinszerű dolgok, mindenképp úgy szeretném majd ezt, vagy úgy gondolom, hogy úgy fogom csinálni, hogy megpróbálom nem azt, hogy délig meg 11-ig fetrengek az ágyban, hanem ugyanúgy fölkelni mondjuk 7-8 órakor, és elkezdeni a napot attól függetlenül, hogy nem megyek sehol, de itthon vagyok. Ugye, ahogy mondtam is az előbb, hogy most az elmúlt időszakban beleépítettem a napi rutinba az edzést, szeretném azt itthon is úgy csinálni, hogy rutinszerűvé váljon, hogy fölkelek, mit tudom én, megcsinálom a reggelit, adok a kutyáknak is enni, játszok velük egy kicsit, kint vagyok a levegőn, akkor mit tudom én, akkor utána megnézek egy sorozatot, vagy egy filmet, utána akkor edzek egyet, ugye marad ugye ez a zsákolásos sztori, meg ez a kettlebelles dolog, és akkor ezt így valami napi rutint belevezetni, mert ugye itt gondolni kell arra is, hogy majd ezek után, amikor az egész lecseng, akkor amikor vissza kell állni, és akkor ott is vissza kell állítani egy másik fajta rutint, viszont hogyha ezt az egész kontrollt, ezt az önkontrollt elveszítjük ezekben az időszakokban, az egyébként nagyon nehéz lesz majd utána visszaállni is, úgyhogy én ezeket a dolgokat, amiket eddig most kint csináltam, ezeket majd szeretném itthon csinálni, picit máshogy, de ugyanúgy képezze egyébként a napi rutinnak a részét.
Meg valószínűleg egyébként dolgozni is fogok attól függetlenül, hogy nem megyek ki terepre, lesznek távoktatások, valószínűleg fogunk csinálni anyagokat, és ezt úgy kell majd csinálni, hogy ezeket mindent itthonról. Ugye egyébként a karanténnak is az egyik fő része. És ezt kell megtartani, ezt a rutinszerű dolgot, hogy ez megmaradjon ezekben a szar helyzetekben is itthon. Bence? Ja, igen, egyébként olvasom, hogy Ja. szerencsés helyzetben vagyok, hogy van udvar. Hát igen, ez én nekem ez egy szerencsésebb verzió. Aki mondjuk esetleg panelban lakik, vagy ilyen, ugye a lakásban, ahol mondjuk nincs még terasz se, az egy picit nehezebb. Azoknak majd... Azt el tudom... Igen, ott gáznak lehetnek. Ott igen, ott rosszabb. De most itt inkább ugye arra próbáltam az előbb utalni, hogy a mozgást is megtartani, azt, hogy kimegyek, bejövök, kint leszek, bent vagyok, ugye remélhetőleg nem lesz ezért megint 20, mínusz 20 fok és hó, akkor nem leszek sokat kint. Hát igen. Valahogy abban a helyzetben is valahogy bele kell építeni azt, hogy egyébként relatíve mozgásban legyél, hogy a telefonon lévő lépésszámlálad ne kettőt, meg hármat utasson, hanem egy picit unjuk többet. Akkor kiülsz a nappaliba, ott csinálsz, amit olvasol, filmet nézel, itt tudom én, hogyha úgy van, akkor Sorbert Norbis videóra ugrabugrálsz egyet, utána bemész a hálószobába, ott csinálsz valamit, picit így megtartani azt, hogy nem egy légterő, vagy nem egy picit mozgásba. Bence, na, te mivel foglalod el magad? Nálad is azért van egy kicsi udvar, de oda nem nagyon szeretsz kimenni, úgy tudom. Oda nem igazán. Azt most hagyjuk, hogy miért. Igen, hát, mint ahogy mondtam, én szeretek a négy fal között lenni, és most így ez furcsán hangzik, de nekem így jól is jön ez a kis leállás, mert a tavalyi évem az kegyetlen volt. És jól esik egy kis pihenés. Hát igen, nekem is ugye van itt filmnézés, esetleg filmnézés, mert te azért nagy Marvel rajongó vagy, tudtommal. Max, újra nézed a Marvel filmeket? Nem, azon már túl vagyok. Most egy sorozatot kezdtem el nézni, a Bűnös Chicago. No. Nagyon jó sorozat, nekem nagyon tetszik, viszont Magyarországon csak 5 évadot adtak le belőle, de most már lassan a 7. évad végénél járnak, úgyhogy hosszú lesz ez a karantén akkor. Kellene még 7 évad, mi? Igen, igen, de azt kezdtem el, hogy az angol nyelvűekhez csinálok feliratot. Na. És ez egy például teljesen jól el vagyok, mert mennyi is, 3-4 órásak kávé a részek, egy másfél óra alatt meg vagyok vele. És akkor azzal úgy el vagyok egy ideig. A polcomon is van egy jó 18-20 könyv, amit el szeretnék olvasni. Tehát én így teljesen jól el vagyok a négy fal között. Mikre jut idő, nem? Mikbe gondoltok bele, hogy mire jut idő? Ugye például nálam nincsen udvar, tehát hogy ott maximum nem tudom, mit tudnék csinálni, szerintem kimenni azt, megnézni, hogy ledobtak-e egy csikket a fönti szomszéd, tehát hogy maximum ennyit tudnék megnézni. Én amit csinálok, gyerekek, csak szólok, hogy mint Béla is mondta, lehet otthon mozogni a nappaliban. Tegnap ugye Discordra föltettem amúgy, hogy mit fogok csinálni. A jövő heti távmóka egyik adása az lesz, hogy hát a Doki bácsi megmozgatja magát. Küldtetek egy olyan videót, amin én nagyon meglepődtem, és úgy döntöttem, fogalmam nincs, hogy fogom megcsinálni, egy kemény 25 perces torna, gyerekek. Béla, ennyire bízol bennem, köszönöm. Tehát ennyire bízol bennem. Csak ez nem bizalom kérdése. Ha nem? Nem, ezt megnézzük. Ez az informálódás kérdése. Tudom, hogy nem tudom megcsinálni. De meg lehet azt csinálni. Én abba bízom, gyerekek, hogy ez a hölgy az előadó, és hogy hát ha motivál az ugráló részben. Én 3 percet néztem meg belőle, és
Hát teljesen úgy döntöttem, hogy ez így veszett fejtse, de megpróbáljuk, megpróbáljuk. Én ezzel próbálom a testmozgáshoz hozzájárulni, hogy aki szeretné, az nyugodtan követheti, akár Béla a nappalitból is ezt meg tudod tenni. Gondolom egyértelmű, hogy követnéd velem ezt a dolgot. Persze. Akkor indítsd el a streamet, ha ott vagyok. Jó, jó, jó. Na, de figyeljetek, arra gondoltam közben, Béla, lehet, hogy veled tudok egy ilyen koprodukciót, hogy akkor legyen már egy olyan, és pont azt akartam megkérdezni, hogy lenne kedvetek egy olyanhoz, mivel ugye nem tudunk összegyűlni, kiválóan egy új activity-t megismételni, vagy valamit, hogy megpróbálni egy olyat összehozni a támuk a keretében, hogy Skype activity, ezt így nagyon kreatív nevet adtam neki. Skype-on próbáljuk meg az activity-t megismételni. Mit szólnátok ehhez? Most? Figyelj, akár most is lehet. Tehát, hogy én ja, mert ezt nem mondtad. Nem, ezt... Jó, nem vicceltem, nem De a Lukas gatyádban, nem? Amivel kezdtük az activity-t múltkor. Persze, persze. Na, de viccet félretéve, hogy gondoltam egy ilyenre is, hogy ezt így megismételhetnénk, hogy azért az nem lenne jó. Ahogy látom, a cseten örülnének, hogyha anélkül esetleg megjelennél, Béla. Gondolom, mert nagyon szép vizuális élmény lenne. Ja, ami nem tudom, miért fagysz le fontom, Béla, de annyira jó pillanatokban tudsz lefagyni, hogy az valami hihetetlen. De csak nálad van lefagyva, mármint, hogy... Akkor globálisan szar jó van. Igen, igen, sokan vannak a hálózaton, most gyönyörű vagy, igen. Egyébként, igen. Mondjad, Béla, mondjad. Még visszatérve egy kicsit az itthoni teendőkhöz, megpróbálom sűríteni majd a bokros teendőink közé, a kertet kéne egy picit majd rendbe tenni, illetve kipattant a fejünkből édesapámmal még pár hónapja, hogy van ez a betonkerítés, ugye itt nálam, ezt aha, kell elképzelni, aha. Hogy egy 2 méter magas betonkerítés, és ilyen tégla mintázatú, de teljesen betonszínű, és kitaláltuk, hogy akkor ezt ilyen betoncsempényként akkor téglaszínűre kifestegetjük, és akkor a fuga résznek fejére. Jézusom, ezt komolyan gondoltad, kedves édesapáddal? De most jó, szem... Igen, úgyhogy megvan már egyébként a feladat, úgyhogy valószínűleg tartom ez egyébként, ez meg is ezt csinálva, úgyhogy nagyon jó fog kinézni. De lesz róla is a sztori, az fontos. Fontos. Hát ne arra úgy, Béla... Hashtag karantén. Béla, mennyi időt szánsz erre? Mekkora felület ez amúgy? Csak hogy tisztában legyenek így a nézők is, hogy mekkorát kell itt kifestni? Szerintem, hogy olyan 13 méter hossz a fa több. 16-18 méter hosszú, és ugye 2 méter magas. Uh-huh. Tehát egy ilyen kis kocka, tehát hogy egy ilyen alakban van ilyen nagyjából 300 kocka, nem? Köbben egy ilyen kis nézete. Sok. Vagyok a sokban, szerintem ezt így számszerűsíteni nem fogom tudni, de sok. Na, figyelj! Számold meg. Megszámolom nektek. Jó, egyetlen nem megszámolom. Mit szólsz hozzá? Legyen ez a távmóka kihívás neked, hogy így néha-néha bekapcsolódsz úgyis az adásba majd, és akkor, hogy hol tart ez a dolog, jó? Számoljuk le holnap, mit szólsz hozzá? Aztán... Jabáltam. Hát figyelj, én benne vagyok abban, hogy fogadjunk valamibe. Mit szólsz? Tényleg? Hát figyelj, arról szól az egész, hogy valami azért legyen. Fogadjunk valamibe. Melyik a kedvenc játékod mostanában, ami PS-en nincs meg? PS-en? Aha. Vagy akár gépem. Legyen gép. Igen. Én most ez a Call of Duty tehát egy kódnak örülnél. A koddal úgy azért megbarátkoznék, úgy. Köszönöm, viszont be tudnék kerülni vele nagyon gyorsan. Jó, figyelj, azt mondom neked, most van, várjál, 3. hó 20-a. Jó. Azért Bencit kérem, ő lesz a közjegyző. A másik 25 ember, igen? Ja. Bence, szerinted mennyi idő alatt tudnám megcsinálni? Szerintem egy... Hát... 4-5 nap, max. 1 hét. 4-5 nap? Úgy van. Jó, de oké, de egyébként fontos hozzátenni azt, hogy mikortól indul.
Nem, mondjuk induljon holnaptól. Hát én azt értem, egyelek meg, de hogyha még 2 hétig be kell mennem dolgozni, akkor mikor csinálom meg? Igen, igen, az teljes karantén esetén csak. Jó, akkor oké, teljes karantén esetén azt mondom neked, hogy ha négy, hát figyelj, azért 4 nap alatt már meg lehet azt csinálni, ha teljes karantén van. Jössz is csinálni? Nem terveztem. Sajnos nem mehetek, elő van írva nekem. Elő van írva, hogy nem mozdulhatok ki. Annyira kár, de sajnálom, hogy nem tudok menni segíteni Fugát egyesével így kipingálni. Figyelj, de ha azt mondom, hogy 3 nap alatt megcsinálod, ott a kod nálad. Ah, az esélytelen. 3. 4. 4. Tessék. 4. Legyen 5. 5 munkanap. Béla, megyek segíteni, vendéged vagyok valamire. Jó, mehet, ja. Mehet, de akkor a 3. Ha a Bence megy, akkor 3, mert a Bence ügyes. Gyors vesztő. Jó, viszont akkor veszik meg azt, hogy na. Akkor indul na. Az egész sztori, amikor full karant. Megvan hozzá a festék is. Jó, akkor megbeszéljük mi ezt, de akkor megbeszélünk, hogy hány nap. Megmondom miért, mert na. Hogyha most kiirdetik azt, hogy hétről, hogy 0 karantén, mindenki maradjon otthon a picsába, de nincs hozzá festék, akkor nem lesz meg 5 nap alatt. Nem lesz meg 5 nap alatt egyébként, viszont... hogy azt el kell menni, meg kell venni, nem tudom, hogy most hol, meg miért, tehát ez még utána járás, információgyűjtés, ugye, amiről beszélünk ma egész nap, ezt ennek még utána kell menni, de egyébként oké, benne vagyok egyébként, szeretem a fogadásokat, a kihívásokat is, azt hiszem az 5 munkanap reális. Jó, de akkor mit szólsz hozzá, egy ilyen Skype bejelentkezést azért mindig adnál nekünk, hogy haladsz. Tehát, hogy ez így legyen jó. Így van. Csinálok egy izét, live Insta story genyót. Aha, de várjál, hogyha már kerék is megy titkosan segíteni, akkor azért... De titkosan, te arról nem tudsz. Ja, értem. Ezért titkos? 3-4 nap alatt. Micsoda? Ezért titkos? Ezt nem értettem, Bence, bocsi. Legalább, nem ugye azért te tudod, milyen hosszú az a kerítés, azt egy 3-4 nap alatt megcsinálni, az elég combos. Hát combos, hát persze. Hát meg ecsettel téglánként. Hát az a sok. Hát azért ez így merész. Mondjuk egy kodért, hát mérlegeljük. Megírje, vagy nem? Jó kérdés. Micsoda, nem vagyok te meg, hogy mész egész, és lekaparom a festéket. Megyek, így van, én titkosan oda megyek, full karanténba. Amúgy annyira jó, hogy Béla mindig lefagysz egy képben, és így mindig egy ilyen vicces... Most épp az imádkozó sáskás... Így van, abban vagy. Nagyon, nagyon szexi, amúgy azt kell mondanom. Velem szeretett rendellenesség, nem tudok mit csinálni, de sajnos. Hát igen, most vettél egy új tabletet, nem? Pont azon, hogy ez... Ja, vettem majd, csak azért, hogy a minősége egyébként jobb legyen ennek az egésznek, hogy az engem is jobban lássatok, én is jobban lássak, ezért beszereztem. Megérte, úgy látom. Figyelj, ez valószínűleg egyébként nem a táblagépnek lesz a hibája, meg szerintem nem is a netnek, hanem ez a te hibáda. Egyértelmű, tehát hogy egyértelmű, nem is gondoltam, hogy a te hibád lenne. Miért lenne az? Na, így... Jó, az Ámost azért nem látjuk, hogy lefagy, vagy nem az Ámost, a Bencét azért nem látjuk, hogy lefagy, mert ő kevesebbet beszél csóró, mint én. Hát, mert annyit beszélsz, nem vetted ezt, hogy elnyomsz minket amúgy? Ja, jó. Nem viccel. Legalább van tartalom, ugye, mindjárt mondja. Így. Nem, nagy képviselő, nem. De hát egy kiváló műsorvezetőről beszélünk. Arra gondoltam, hogy mutatok nektek még egy videót. Ez fontos. Mert azt megmutatom, ha akarjátok, hogy hogy nézett ki régen Béla. Jézus ereje. Erre kérte engedélyt, vagy lesz majd valami? Mondtam neki most így a stream előtt, hogy lehet, hogy lesz valami. Addig le kell majd tegyelek titeket, hogy ne legyetek benne, és utána még egy 5-10 percre visszajelentkezem, hogy mit szóltok. Annyi a lényeg, hogy Bélával csináltunk régen egy rádióműsort. Hát, hogy mondjam, elég sikeres volt a diákok körében. Mondjuk úgy, hogy Béla volt, Mikulás is volt, műsor, minden volt Béla, de itt annyira nem
róla szól, hanem szeretném megmutatni, hogy mi volt az, ami inspirált engem, hogy újra belekezdek ebbe a kis munkázásba, vagy inkább beszélgetős talkshowba, ami most van. Úgyhogy megmutatom nektek azt, hogy régen hogy nézett ki az én rádióműsorom. Aztán visszajelentkezünk Béláékhoz, hogy mire emlékszel te ebből, és benne lennél-e akár egy újabb ilyenben, hogy így akár kibeszélgetni a dolgokat, amíg így a karantén tart. De gondolom ez egyértelmű. Most leteszlek egy pillanatra titeket, addig megmutatom a videót, aztán azonnal jövök is vissza, jó? Meg újraindítom a táblagépet. Jó. Na gyerekek, mutatom is, hogy miről beszélek. Íme, aztán azonnal jövök vissza, hogy egy picit tudjatok nevetni, és kibeszéljük ezt. Figyeljetek! Kezdődik a Zeneszó harmadik évadjának záróadása. Rengeteg vendéggel, itt és most a Kontakt Rádió. A három műsorvezető pedig nem más, mint Csilla, Zita és Álmos. Ez az a hely, ahol az álmaim megvalósultak. A Zeneszó, hol nem csak a zene szól, itt a Kontakt Rádió minden péntek este 7-től 8-ig. Kukancsatok bele, hogy milyen. Vendégeket, kollégákat kérdeztünk arról, mi jut eszébe először a zene szóról. Most, hogy már itt vagytok ti is, ez így sokkal jobb, és mindig tök jó a hangulat, úgyhogy abszolút megkönnyíti azt a dolgot, hogy ide be kell jönni fél órával hamarabb. Kis családiasító hangulat. Nagyon pozitív élmény volt, amikor itt beszélgettünk a zenekarról. Infotainment. Miért pont ez? Mert szórakoztatva informáltok. A Zeneszó rádió műsor 2010. szeptember 20-a óta szórakoztatja a nagy közönséget. Akkor még a Szent Györgyi Albert általános iskola és gimnázium suli rádiójaként működtünk. Végül a Kontakt Rádiónál kötöttünk ki, ahol a második és harmadik évadot is sikeresen töltöttük. A három évadban három műsorvezető is volt, Szedmák Zita, Baluha Dóri és Nagy Csilla. Mankó Bélát, az első évad műsorvezetőjét kérdeztük arról, milyen érzés volt ezúttal vendégként itt lenni a műsorban. Érdekes érzés volt, mert ugye még amikor mi kezdtük, annak idején műsorvezető voltam, mint ahogy már az előbb mondtad. Most meg így, hát így vendégként így érdekes volt beülni. Engem kérdeztél, én válaszoltam, előtte meg én kérdeztem és más válaszolt, tehát így érdekes volt a szereposztás. Az első évadban volt egy interjúnk is. Kapás Boglárka a Szingapúrban szerzett két olimpia aranyáról és egyéb élményeiről mesélt. Fogül Balázst, a Zeneszó vágóját arról kérdeztük, mi változott azóta a Zeneszóban. Hát azt gondolom, hogy sokkal jobb, érettebb lett a műsor, jobbak a beszélgetések, jobbak a témák. Most pedig nézzünk a kulisszák mögé. Mit gondol műsorvezető vagy technikus a Zeneszóról? A legjobban én azt élvezem, amikor Csillával nők összefogunk, és hát megpróbálunk megviccelni téged. Általában nem szokott sikerülni, ugye? De hogy nem mindig sikerül, és a végén ezt egy óriási pacsival ünnepeljük meg. Ha két szóval kéne jellemezni a Zeneszót, mi lenne az a két szó, vagy egy mondat? Kreatív és spontán. Itt mindig jó kedv van. És nagyon tetszik az, hogy pont pénteken van mindig a műsor, és így az egész heti fáradtság után mindig egy jó pörgős hangulat fogad, meg te. Az, ami nagyon fontos számomra, hogy meg van szerkesztve. Tehát megvannak a szignálok, pontosan tudja a szerkesztő, hogy mit hová szeretne. Nekem ad egy pontos listát, ami szerint meg tudom, én is össze tudom rakni a komputerben a sorozatot, hogy hogyan szóljon az egész úgy egyben. Odafigyeltek rá, és ez nagyon jó. A harmadik évad záróadásnál itt volt a korábban nálunk zenélő Véki Patrik, valamint Fogül Balázs is, akik elismerő szavakkal illették a Zeneszó eddigi munkásságát. Kiváló volt akárcsak az első adás. Milyen érzés volt újra itt lenni a Zeneszóban? Örülök, hogy meghívtatok, és tényleg megtisztelő, mert olyan vendégek jártak ebben a fél évben itt, ebben az évadban itt, mint Hajdú B. István, Vadon János, és azt gondolom, hogy akik ma itt lehettünk, utánuk, ez egy megtisztelő, hogy
meghívtatok minket. Igen, és szerintem egyébként rengeteg kérdés maradt még bennünk, tehát szívesen látnánk máskor is. De hát eljövök szívesen, hogyha gondoljátok, hogyha nem fárasztalak benneteket, meg nem fárasztam a hallgatókat a kis mondókámmal. Oda kell figyelnem arra, hogy mi szól és hogyan szól abban a rádióban. Tágítőkészek. Nagyon sok... Köszönöm. Ez stand-upot kéne így mondani. Mit gondolsz arról, hogy a zeneszóban a leggyakoribb kifejezés az ő volt? Ezt ki követte el? Szerinted leszünk mi valaha is komolyak? Nem. Ez az a hely, ahol a 10. adás után egy kis üveg pezsgővel és egy zacskó francia drazséval várnak. A 3. évad végén pedig már ez a pezsge megnő egy nagy üvegre, sőt két nagy üvegre, amiből az egyik árt, a másik kevésbé, és a francia drazséból is csokit csinálnak, úgyhogy ez egy jó hely. Nem árt velünk tartani. Ez itt a zene szó, hol nem csak a zene szó. Jaj, Béla barátom, de jót röhögtem. Úristen. Én is. Mondhatnám, hogy én is, de nem. Miért nem? Tetszett? Nem tetszett, Béla? De nagyon tetszett, nagyon jó volt. Mi az, hogy magamra kaptam azt a súlyt? Már elnézést kérek. De nem így volt. Az csak elírás volt. Aha, elírás. Na, ezt azért mutattam meg ezt a videót, mert nagyon sokan, akik ebbe a videóba benne voltak, azok a távmóka adásainak vendégei lesznek, tehát... Kapás Boglárk, aki nagy népszerűségnek örvend azért most a férfiak körében nyilván az olimpiai bronzérme után, és hát szépségéről híres, természetesen ő is itt lesz, ahogy megtudjuk, hogy az úszóknak mi lesz a sorsa, és hát nem véletlenül mutattam itt ismert embereket, mert ők közülük is lehet, hogy valaki ide belátogat, úgyhogy Kapás Bogit mindenképpen meg fogjuk keresni, és ahogy tud, mondta, hogy jelentkezik is. Én azt mondom, Béla meg Bence barátom, hogy ismételjük meg ezt valamikor természetesen, hogyha úgy adódik nektek is, és van kedvetek, én örülnék, hogyha ezt folytatnánk, akár így egy heti összefoglalóba, hogy mi a helyzet, vagy hogyha valami nagyobb változás van, ha így benne vagytok, és akár kerékbarátunk is tud csatlakozni, meg reményeim szerint, hogyha egyszer úgy vagyunk, megkérdezem majd Geriéket, hogy ugye akik itt voltak az Activity-n, hogy Zsuzsi akár hogy éli meg óvónőként például ezt a dolgot. Mert engem például érdekelne, hát ha... Az is érdekes lehet, igen. Hát ha tud valamit mondani. Én tőletek itt elköszönök. Nem tudom, hogy van-e még valami, ami bennetek maradt a mai napról. Az ebéd. Már nem. Köszönöm szépen, hogy így megosztottátok a emésztési szokásaitokat. Nagyon köszönöm. Szerintem itt el is köszönök tőletek. Örülök, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor folytassuk, gyerekek. Majd írok, hát meg van egy fogadás, Béla, azt azért majd be kell tartani mindenképpen. Úgyhogy ti vigyázzatok magatokra. Innen elköszönök, majd még úgyis beszélünk. A nézőktől meg még elköszönök. Puci-puci nektek, sziasztok! Sziasztok! Cső, kicsit heterósabban, de jó volt. Na gyerekek, ez volt így az első szórakozás tulajdonképp így a távmókánál. Ami fontos, az az, hogy hétfőn folytatjuk egy iskolai igazgatóval. Belezani Tamás lesz a vendégem, aki a 9. kerületi budapesti Ferencvárosban lévő iskolának az igazgatója, a Szent György Albert általános iskola és gimnáziumnak. Hogy zajlik egy oktatás náluk? Ő mit lát a helyzetből, mint igazgató? Hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy nektek könnyebb legyen? Milyen programokat javasol akár arra, hogy együtt a távoktatásról beszéljünk egy picit? Hogy lehet ezt kivitelezni? Ezekről lesz szó, és nyilván neki azért elég jó stílusa van, úgyhogy nem véletlenül választottam őt erre a feladatra. Úgyhogy ő lesz a vendégünk. Jövő héten még több vendégem is lesz. Fogok hívni idegenvezető barátot is, hogy velük mi a helyzet, hiszen az idegenvezetők nem tudnak most dolgozni. Tehát ők például ebből a szempontból
nagyon szar helyzetben vannak. Ami még pluszban fontos, azt írja is ugye természetesen pluszba a chat, hogy minden adást föltöltök a YouTube csatornámra, amit ugye ki is tettem most, vissza tudjátok majd nézni. Ezek mind fönt lesznek, úgyhogy aki lemarad esetleg, az ott meg tudja tekinteni. Ugyanúgy hétfőn, hát ha minden jól megy, vagy 17.30, vagy 18.30-kor kezdek, attól függ, hogy Tamás mikor ér rá, szóval ezt Discordon ki fogom írni természetesen, hogyha felkiáltója Discord parancsot beírjátok, akkor ott megtaláljátok, hogy mikor lesz. Most pedig egy nagyon pici szünetet tartok, és 8 órakor természetesen folytatjuk a játékkal, tehát nem lesz attól függetlenül olyan nap, hogy ne lássatok játékot, és igazából mivel itthon vagyok, így egyedül vasárnaponként nem lesz stream, azon kívül meg minden nap mostantól itt 18.30-tól valami szórakozás lesz, bármilyen, akár ugye a távmunkával kezdjük, ha éppen nincsen vendég, akkor megpróbáljuk akár Béláikat is bekapcsolni, hiszen szerintem eseményben nem lesz ilyen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Én nagyon örülök, hogy egy picit tudtunk beszélgetni, és remélem, hogy nektek is jól esett, és remélem, hogy legközelebb is velem tartotok, hétfőn 18.30-kor távmunka biztos lesz, most pedig nagyjából egy negyed óra múlva azonnal kezdődik a Rainbow Six, gyakorlunk egy kicsit a hétvégi rankedezésre, közben láttam, hogy jött értesítő Dúrinak, nagyon szeretném megköszönni a 10 darab szabot, amit küldött, nagyon rendes tőle, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a tegnapi csodálatos donét hullámottól, meg a szab hullámottól, a szabrástól eleve hátraestem. Most ugye az értesítések le vannak véve, úgyhogy a végén gyönyörűen látható ilyen Star Wars-os stílusban, hogy kik támogattak természetesen a mai napon. Petinek is nagyon köszönöm a plusz donétet, amit még a csír mellett elhelyezett, és hétfőn távmunkával jelentkezem, most pedig egy negyed óra múlva azonnal folytatjuk a Rainbow Six-el, hogy tartsatok akkor is velem, nem rédelek senkit, hiszen maradjatok csak itt, hozzatok valamit enni, hogyha úgy érzitek, és folytatjuk egy kis játékkal, lesznek érdekes vendégek is. Vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon. Az erő legyen veletek, hello! Hello.